Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió hétfői híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket röviden. Retro Sopron negyedik alkalommal is megtelt a szolgáltatóház udvara a jereváni rendezvényen. Kiállítás 30 éves a Sarró Differenci József nemzetközi alkotó és művésztábor. Ünnepi istentisztelet, 40 év szolgálat után vonult nyugdíjba dr. Vladár Gábor, református lelkipásztor. Negyedik alkalommal lehettek részesei a Jereván lakótelepen élők a Retro Sopron előadássorozatnak pénteken este. A Soproni Múzeum jóvoltából ezúttal az újteleki városrész történetéről láthattak fotókat, hallhattak történeteket az érdeklődők. A szolgáltatóház udvarán valamennyi szék megtelt, de voltak, akik plédekre kucorodva hallgatták végig az előadást. Népszerű volt a Retro Sopron előadás sorozat péntek este tartott fotókkal és történetekkel színesített programja a Jereván lakótelep szolgáltatóházának udvarán, ahol Bolodár Zoltán, a Soproni Múzeum fotóarchívumának vezetője, az újteleki városrész történetét elevenítette fel. Szerettem volna olyan témát választani, ami valamilyen formában kötődik a városrészhez, az a Jereván városrészhez, és így jött fel az az ötlet, hogy esetleg az újteleki városrész történetét, hiszen ha a definíciót megnézzük, hogy mit értünk újteleki városrész alatt, ez a belvárostól kifelé, nyugatra fekvő terület, ami a Rákpatak és az Ikva között található, és ez tulajdonképpen ebbe a Jereván városrész is beletartozik. És hát sok minden lesz ebből a városrészből, hiszen ebben a városrészben nagyon sok minden történt. Ez az egyik, ha nem a legmodernebb városrésze Sopronnak. Ez a tömegközlekedésnek a bölcsője, hiszen itt indult a villamos annak idején, a vasút 1847-ben. Szóval nagyon sok mindent lehetne említeni, és úgy gondoltam, hogy akkor erről kéne beszélni, hogy kapcsolódjak a helyszínhez. A város ismertető rendezvények fontos elemei a Sopron szeretet, a lokálpatriotizmus erősítésének, mondta el köszöntőjében Tóth Éva szervező, a Jereván településrészi önkormányzat nevében. A népszerű és közkedvelt város történeti sorozat megint a Jerevánra ért. Ez azért nagy öröm nekünk itt a Jerevánon, mert hiszen ennek már hagyománya van, sőt az érdeklődés is egyre nagyobb. Ennek örülünk, azért örülünk, mert mi sokat beszélünk lokálpatriotizmusról, beszélünk város szeretetről, sőt, mi több Jereván szeretetről, helyi identitásról. Ezek a szavak semmi más nem jelentenek, mint az, hogy van nekünk egy nagyon értékes múltunk itt Sopronban. Ez a nagyon értékes múlt pedig azért fontos, ezt azért jó megismerni, mert akkor tudjuk értékelni a jelent, tudjuk értékelni a múlt értékeit, és ezt tudjuk hasznosítani mindabban, ami most a dolgunk, ami minden Soproninak, minden Sopron szerető Soproninak dolga, és tudjuk értékesíteni a jövőre nézve is. A Jereván település rész mindent megtesz, hogy nem csak az itt élők, hanem a város más részén lakó érdeklődők is színes, gazdag programokban vehessenek részt. Rendszerint szerveznek városismereti sétákat és filmvetítéseket is. Idén 30. alkalommal várták egy héten át az alkotni vágyókat a Sarró Differenci József nemzetközi alkotó és művésztáborba. A Fertőhanság Nemzeti Parkban található Kócsagvár kiváló helyszín az alkotásra, és hosszú évek óta közkedvelt a magyar képzőművészet iránt érdeklődők körében. A Ferenci József Nemzetközi Alkotótábor a pedagógus Ferenci házaspár hagyományteremtő gondolata alapján a Saródi Polgármesteri Hivatal támogatásával 1992-ben kezdte meg működését, és azóta is töretlen lelkesedéssel érkeznek ide a képzőművészek. Bátran kijelenthetjük, hogy Saród község kulturális életében ez egy jelentős esemény, hisz 30 éve a település neve és az alkotótábor neve összefonódik, kéz a kézben járnak, és viszik egymásnak a jó hírét szerte az országban, sőt, most már mivel nemzetközi a tábor, így az ország határon túlra is. Mindenütt és mindenben az embert keresem, a tájban, a tárgyban, az emberben. Ez a mottója a Ferenci József művésztábornak. Az idei eseményen is ehhez hűen alkottak a résztvevők. Tulajdonképpen a tábornak a tematika három részre oszlik, hogy az első két nap volt az enyém. Hát ilyen művészettörténeti időutazással kezdtük, ami a reneszánsz korba vezetett vissza minket. Az ottani alkotó gondolatiságát próbáltuk újraéleszteni. Foglalkoztunk perspektívával, mozgásábrázolással és régi hagyományos technikákat próbáltunk újraéleszteni.
Aztán utána következett Terdik Szilviának az absztrakt művészettel kapcsolatosan egy kétnapos foglalkozása, amit nagyon kedveltek. Ugye a bemutatott alkotásokból is látszik itt a kiállítás, hogy mennyire megfogta őket ez a modern, mondom, korszerű festészeti irányzat. Harmadiként pedig Zsóka László, budapesti festőművész, a Akvarell kurzus, ő már többször járt itt nálunk, most a csendélettel foglalkoztak, mint kiemelt témával. Az egyhetes program zárásaként az elkészült alkotásokból egy kiállítást tartottak, ahol az elmúlt 30 év történéseit a három évtizeden átívelő képzőművészeti és közösségépítő tevékenységet, valamint az idei gyermek és felnőtt táborban készült alkotásokat is megcsodálhatták az érdeklődők. A kiállításon mintegy 180 alkotást állítottak ki. A Sarodi Kócsakvárban nagyon jó otthonra leltünk, hatalmas a tér, és nagyon sok lehetőségünk volt arra, hogy egy komplex kiállítást állítsunk össze. Itt a Kócsakvár körfolyosóján és a nagyteremben az elmúlt 30 év szinte minden évből származó alkotását ki tudtuk helyezni a falakra. Művésztanáraink, korábbi résztvevőink és a jelenlegi, az idén a Sarodi táborban alkotó tábortagjaink alkotásait tudtuk elhelyezni. Ezen kívül készítettünk egy mini kiállítást a tábor kezdeteiről, ahol Ferenczi József és felesége Katica néni tevékenységét tudjuk újságcikkeken, különböző tablókon és az ő festményeiken keresztül bemutatni. Az ünnepélyes megnyitón részt vett Barca Attila soproni térsége országgyűlési képviselője, aki beszédében kiemelte, milyen fontos ez a tábor a hagyományőrzés szempontjából is. Gondolom, hogy a mai felgyorsult világban sok minden hagyományőrző jelleggel jön létre, de ritka az a kezdeményezés, ami az 5 vagy 10 évet megéli. 30 éves a Ferenczi Nemzetközi Alkotó és Művésztábor. 30 év alatt rengeteg páratlan művészeti alkotás született, és Ferenczi József festőművész gondolata ma is aktuális, aki azt mondta, hogy mindig és mindenben az embert keresi. Persze nagy része van a szervezőknek, Ferenczi Katalinnak, Ettlinger Júliának abba, hogy a tábort viszik, és most már 30 éve működik, és minden évben 10 napon keresztül amatőr és profi alkotók megörökítik a fertőtáj csodálatos szépségeit. Én azt gondolom, hogy a tábor tovább fog működni, és sok páratlan természetföldrajz és kulturális érték van még itt a környezetünkben, amit meg kell őrizni, és amit be kell mutatni az alkotók számára. És szívből gratulálok a 30 évhez mindenkinek. Szeptemberre új programmal készülnek a nagy népszerűségnek örvendő Ferenczi József Nemzetközi Alkotó és Művésztábor szervezői. A tavaly útjára indult Sarodi művésztelepet idén is megszervezik. Az őszi alkotóműhelybe pedig meghívásos alapon a Magyarországon és nemzetközi szinten is ismert festőművészek érkeznek, akik egy teljes hétig alkotnak majd Sarodon és a fertőtájon. Halálos kimenetelű motoros baleset történt vasárnap Kópháza közelében a 84-es számú főúton. A 36 éves soproni férfi életéért a mentők hosszú ideig küzdöttek, de a motoros belehalt a baleset során szerzett sérüléseibe. A helyszínen és nyomai Kópháza közelében. Itt történt a tragikus kimenetelű baleset vasárnap délelőtt. Az eddig rendelkezésre álló adatok szerint a motoros a 84-es számú főúton haladt, amikor egy 65 éves kópházi férfi a földútról kikanyarodott elé. Az ütközést mindkét sofőr próbálta elkerülni, de megakadályozni nem tudta. A motoros életéért a mentők több mint 30 percen át küzdöttek, de a balesetben szerzett sérülései olyan súlyosak voltak, hogy a helyszínen életét vesztette. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére az érintett szakaszt teljes szélességében lezárták. 6. alkalommal rendezték meg Undon a II. Világháborús hadijátékot, melyen részt vett a soproni történelmi és hadijátszó baráti kör is. A magyar hadsereg 1942-es keleti fronti hadműveleteinek kerek 80. évfordulójára emlékeztek szombaton, ezért a 42. augusztusában zajlott dommenti hídfőcsaták harcait elevenítették fel. A bemutatón látható volt egy T-34/76 típusú orosz harckocsi, egy BA-64-es páncélautó, valamint egy 122 mm-es orosz M-30-as ágyú. Ezen kívül számos korabeli ruházattal és színházi fegyverrel felszerelt orosz és magyar katonát megjelenítő hadijátékot tekinthettek meg az érdeklődők. 40 év szolgálat után vonult nyugdíjba dr. Vladár Gábor református lelkipásztor. Vasárnap a soproni református egyházközség ünnepi istentisztelettel búcsúzott el kedvelt lelkészétől, aki mintegy 40 éven át szolgált a gyülekezetben.
Zsúfolásig megteltek a pacsorok a soproni református templomban. A mostani vasárnapi istentisztelet ünnepélyes búcsú is volt. 40 év szolgálat után nyugdíjba vonult dr. Vladár Gábor református lelkipásztor, aki az elmúlt évtizedekben meghatározó szerepet töltött be a soproni szellemi életben. Kimagasló tudományos, oktatói és lelkipásztori munkája elismeréseként Magyar Érdemrend középkereszti kitüntetésben, valamint Károli Gáspár díjban is részesült. Sopron önkormányzata 2009-ben Pro Urbe Sopron díjjal tüntette ki. Az ünnepi istentiszteleten tiszteletét tette dr. Simon István alpolgármester is. Milyen idők voltak ezek, amelyeket én itt átéltem, megéltem, és nem is annyira a saját személyes élettörténetem ez, amire gondolok most elsősorban, hanem először is az, hogy ez egy nekem ajándékozott idő volt, ez a 40 év, és az ajándékidőket nem igen szokta az ember felbontani, tagolni, részeire szedni, hanem elfogadja úgy, ahogy van, hiszen ez egy ajándék. Másodszor viszont azt is jelenti ez az idő, hogy ez végső soron megosztott idő, hiszen emberekkel voltam körbevéve, tehát nem magam éltem itt ebben a világban. A megosztott idő pedig azt jelenti általában, hogy az ember, ahogy végigtekinti az életét, ha másokkal megosztja, a megosztott idő az a leggyönyörűségesebb ideje az időszakunknak. A soproni református egyházközösség és Vladár Gábor kölcsönösen segítették egymást ebben a 40 évben. Számomra egészen új dolog volt, hogy amikor 40 évvel ezelőtt ide kerültem, akkor egy maroknyi közösség volt, ez most pedig egy nagy közösségé nőtte ki magát, mi pedig azért, mert a magyar világ mindenféle területéről jöttek ide emberek. És a Szentvárost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászállt. A vasárnapi istentiszteleten a jelenések könyvének soraival köszöntek el Vladár Gábortól, aki búcsúzóul azt az üzenetet hagyta, hogy Jézus Krisztus szavai örökkön öröki a közösséget fogják erősíteni. Zivataros, szeles idő várható, az időjárásról bővebben híradónk után hallhatnak. Ezután Mozaik című műsorunk következik, amelynek vendége ifjabb Palkovics Tamás lesz, majd Hajrá Sopron című magazinunk ismétlését láthatják. Kedves nézőink, a Sopron Televízió hétfői híradóját látták, műsorainkat és további híreinket keressék a sopronmedia.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán is sok gomoly felhő lesz felettünk. Élénk, erős marad az északkeleti szél. Délután 25-31 fokot mérhetünk. Csütörtökön szórványosan alakulhatnak ki záporok, zivatarok a napos gomoly felhős idő mellett. A keleties szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 25-30 fok között valószínű. Pénteken is előfordulhatnak elszórtan záporok, néhol zivatarok. Napközben 25-31 fokra van kilátás.